Bartergyilkosságokkal vádolt bűnözők pere kezdődött a múlt héten. A Turek becenével rettegett férfit és társát összesen 12 ember megölése miatt akarják felelősségre vonni Magyarországon és Szlovákiában. A budapesti vádirat szerint Turek 1999-ben szlovák bérgyilkosokkal ölette meg a barátját, Döher Györgyöt. A fővárosi gyilkosságért cserében pedig Tureknek 10 embert kellett megölnie Dunaszerdahelyen, legalábbis a szlovák nyomozók szerint. Még a bíróság épülete mögötti utcát is lezárták a terrorelhárítási központ kommandósai, amikor az 1999-es emberről és két vádlottját szállították. A két jelzés nélküli terepjáróban egy magyar és egy szlovák férfi ült. A Magyarországon és Szlovákiában párhuzamosan folyó eljárások szerint összesen 12 ember meggyilkolásával vádolják őket. A tárgyalás a bíróság egy elzárt termében folyt, az újságírók és a hallgatóság egy másik tárgyalóból videó közvetítésen keresztül követhette az előkészítő ülést. Ennek is biztonsági okai voltak, a két vádlott a szlovák és a magyar alvilág legveszélyesebb bűnszervezeteivel állt kapcsolatban, legalábbis a vád szerint. Ezt az animációt a rendőrség készítette a bűncselekményről. 1999. február 2-án Budapesten a 15. kerületi kicsi presszóban egy sötét, hosszú kabátos, kapucnis, arcát sállal takaró bérgyilkos 20 lövést adott le egy Scorpio géppisztolyból. A hátsó boxban az éjszakai életben csontkezüként ismert Döher Györgyöt és a Bolgár Misi Gúny nevű testőrét ölték meg, egy vétlen személy pedig maradandó sérüléseket szenvedett. A gyilkosság után 22 évvel később, 2021. novemberében fogták el U. Alexet, a gyanú szerint ő volt a felbújtó. Az alvilágban Turek néven ismert férfi H. Sándorról változtatta meg a nevét először D. Alexre, most pedig már U. Alex a hivatalos neve. 2021-ben ugyanazon a napon a németországi Schwandorfban egy bevásárlóközpont kasszája előtt fogták el B. Karolt. A nyomozók gyanúja szerint ő lőtte le Döher Györgyöt és a testőrét. És van még egy harmadik feltételezett elkövető, ő segített a bérgyilkosoknak elmenekülni a helyszínről. A Paprika Bece nevű, szintén szlovák állampolgárságú S. Árpád viszont 2005-ben autóbalesetben halt meg. Az előkészítő ülésen az ügyész azzal kezdte a vádirat ismertetését, hogy az elsőrendű vádlott Turek jó kapcsolatot ápolt a szlovák alvilág egyik leghírhettebb vezérével, Sátor Lajossal. A szlovák maffia főnök a felvidéki véres bandaháborúk elől egy ideig Magyarországra menekült, a vád szerint Turek segítette a bujkálásban. Elsőrendű vádlott Sátor Lajos szlovákiai befolyását, büntetési kapcsolatrendszerét és az ezekből, valamint az által vezetett szervezett bűnözői csoport sajátosságaiból fakadó lehetőségeit megismerve, 1998. decemberje és 99. januárja között azzal kereste meg őt, hogy ezek segítségével, illetve felhasználásával ölesse meg Döher Györgyöt és Dimitrov Marinov Timót. Az ügyész arról nem beszélt, hogy Turek miért akarta megölni egykori barátját, de neki és a másodrendű vádlottnak is 18 évet ajánlott, ha beismerik a kettős gyilkosságot. Kíván élni az a lehetőségre, hogy a vádra egyszerűen beismerik a bűnösségét, és nem mond a tárgyaláshoz való jogára. Az elsőrendű vádlott nem ismerte el a bűnösségét, később a másodrendű is ugyanezt mondta, viszont Turek részletes vallomást tett, órákon keresztül beszélt arról, hogy 1990-ben hogyan ismerkedett meg a későbbi áldozattal. Gyuri ekkor már az éjszakai életben egy ismert személy volt, nekem pedig fiatalkorom ellenére szintén kevés éjszakai helyen kellett bemutatkoznom. Egy közös ismerősünk mutatott be egymásnak, minket persze figyelemmel arra, hogy mindketten közel hasonló körökben mozogtunk. A baráti bemutatás célja az volt, hogy mint két éves ember, ez mellett az üzleti körben le tudják. Turek elismerte, hogy több bűncselekményt is követtek el együtt Döherrel, zsarolásokról, védelmi pénzekről beszélt, de azt tagadta, hogy valaha is életellenes bűncselekményt követtek volna el együtt, vagy akár külön-külön. A 90-es években viszont meggyanúsították őket azzal, hogy 1992-ben megölték Döher akkori barátnőjét, aki túl sokat tudhatott a bűneikről. Például arról, hogy 1991-ben a két férfi állítólag meggyilkolt egy pénzváltót.
Ebben az ügyben később vádat is emeltek ellenük, de végül egyik emberülési ügyben sem tudták elítélni őket. Csontkezűről, vagyis Döherről a halála után 19 évvel később, 2018-ban derült ki, hogy még 1990-ben lelőtte egy siófoki hotelportását is. Semmilyen indítékom vagy célzatom nem volt, és nem is lehetett Gyuri megölésében. Itt kívánom rögzíteni, megjegyezni, hogy a nyomozás során nem sikerült a vádhatóságnak tisztáznia a cselekmény indítéket. Gyuri a legjobb barátom volt. Közös ízleteink voltak, közösen jártunk szórakozni, mondhatnám, hogy szinte testvéremként szerettem, halála sokkoló és szószoros értelmében meglepett. Turek azt állította az előkészítő ülésen, hogy volt egy harmadik társuk, egy Josh Bece nevű férfi is. Voltak közös üzleteik is, de külön-külön is követtek el bűncselekményeket, a pénzen pedig osztoztak, de Döher nem kedvelte Josht, elmérgesedett a viszonyuk, és végül Döher úgy döntött, megöli a férfit. Turek szerint Josh ezt megsejtette, és ő akart lépni először, ezért ő vette fel a kapcsolatot a szlovák maffia vezérrel, Sátor Lajossal. A közöttünk kialakult rossz viszony egyik alapja a mentalitásbeli pénz és a pénzügyi ellentétmellett az a körülmény volt, hogy a Gyurinak volt egy úgynevezett halálistája, amin a közöttük ellentétek miatt Josh is rajta volt. Ekkor erről már a Josh is tudott, és ezáltal Sátor lett. 1999. március 25-e. A dunaszerdahelyi Fontana bárban készítették ezeket a felvételeket a szlovák rendőrök. Sátor Lajos ellenlábasát egy helyi bandavezért, Pápai Tibort és 9 katonáját ölték meg. A két gépfegyveres bérgyilkos valószínűleg rendőrnek adta ki magát, és felszólította a 10 mafiózót, hogy feltartott kézzel feküdjenek le a földre, majd egymás után végezték ki őket. A szlovák rendőrség most Tureket és a magyar kettősgyilkossági ügy másodrendű vádlottját, B. Karolt gyanúsítja Közép-Európa legvéresebb maffia leszámolásával. A harmadik társuk, aki a menekülésben segítette őket, az autóbalesetben elhunyt S. Szárpád volt. Tehát ugyanarról a három emberről van szó, akik alig 2 hónappal korábban Döher Györgyöt és a testőrét is megölték Budapesten, legalábbis a vád szerint. Az ügyész azt mondta a tárgyaláson, hogy gyakorlatilag Bartel bérgyilkosságról van szó, Turek Döher megöléséért cserébe kivégezte a pápai klán 10 tagját. A pápai klán likvidálása után alig egy évtizedig élvezhette a monopol helyzetet Sátor Lajos, ugyanis 2010-ben meggyilkolták az egyik embere végzett vele, igaz a holttest eddig nem került elő. A Sátor klán túlélő tagjai közül többen is beismerő és egymásra is terhelő vallomást tettek, a közelmúltban ítélték el súlyos fegyházbüntetésre őket Szlovákiában. A banda néhány tagja 2021-ben terhelő vallomást tett Turekre és B. Karolra is. Azt állították, ők a dunaszerdahelyi mészárosok, és ők végeztek Döher Györggyel és a testőrével is. Értetlenül áll a tisztelt vádhatóság vádirat előtt, amely egyetlen valós és megalapozott mondatot sem tartalmaz, számomra értelmezhetetlen módon, bizárólag olyan tanúk ellentmondó és megalapozatlan nyilatkozatain alapul, amelyek hallomásból szerzett információkon alapulnak, ráadásul olyan emberektől származnak, akiket a jogerősen ítéléseik alapján ezen személyek gyilkoltak meg, melyre tekintettel állításai teljes mértékben visszaerőzhetetlenek. Turek ügyvédje korábban azt nyilatkozta, ezek a vallomások semmit sem bizonyítanak. Azt gondoljuk, hogy a magyar eljárások szerint azok a bizonyítékok, amelyek rendelkezésre állnak, azok még a megalapozott gyanúhoz is kevesek. Ez egy 23 éves történet, nyilván ez magával hozza azt a körülményt, hogy nagyon nehéz ez bizonyítani, vagy akár a történteket rekonstruálni. 3 darab szlovák illetékségű úriembernek a nyilatkozata adja ezt a megalapozott gyanút, akik hallomásból arról értesültek, hogy az én ügyfelem megrendelt egy gyilkosságot, amely egyébként egy Bartel ügyletként funkcionált. Turek az előkészítő ülésen hosszasan beszélt a szlovák alvilágról és az ellene valló felvidéki maffiózókról. Azt állította, nem volt szoros kapcsolata velük, sőt még azt is megkérdőjelezte, hogy abban az időben Sátor Lajos lett volna a banda vezetője. Turek arról is beszélt, hogy amikor már összeállt benne a kép és attól tartott, hogy Josh fogja a szlovákokkal megöletni Döhert, ő is megijedt, tartott a felvidéki bandától, ezért nem merte megvédeni a barátját. Amikor a gyilkosság megtörtént, éppen Németországban volt, és amikor megtudta, hogy megölték Döhert, állítása szerint összeomlott. Teljesen lesokkolt a hír, és őszintén szólva nincs is meg minden, ami akkor történt.
csak ültem a földön, felhozott érdeket, a hátamon a fal mögött és sírva. Ez volt a tárgyalás legzavarba ejtőbb pillanata. A budapesti éjszaka egykori retteget hírű alakja könnyeivel küszködve mesélt arról, mennyire szerette azt az embert, akinek a megöletésével vádolják. Turek arra is hivatkozott, hogy az akkori törvények szerint az emberölés 20 év után elévült volna, és csak azért áll most bíróság előtt, mert minősített esetről van szó, vagyis kettős gyilkosságról. Csak hogy ha ő lett volna a felbújtó, ami persze nem igaz, Döher testőrének lelövetésére biztosan nem adott volna utasítást, így már csak ezért is meg kellene szüntetni ellene az eljárást. Ezek a felvételek a másodrendű vádlottról, B. Carrollról készültek tavaly nyáron. A terrorelhárítási központ kísérte a határig, ahol kölcsön adták a szlovák kommandósoknak. B. Carroll a dunaszerdahelyi mészárlás helyszínén mutatta meg az ottani nyomozóknak, hogyan történhetett a bűncselekmény. Hogy ez egy beismerő vallomás volt-e és beszélte Turek szerepéről is, egyelőre nem lehet tudni. Szlovákiában még most is zajlik az iratismertetés. Turek is mesélt arról a magyar tárgyaláson, hogy most fordítják neki a több ezer oldalnyi szlovák nyomozati iratot. Várhatóan novemberben kerül sor a vádemelésre Szlovákiában, de hogy a két Magyarországon fogva tartott férfi hogyan vesz részt a külföldi tárgyaláson, még nem derült ki.